Sziasztok, érdekes helyeket kerestem Washingtonba, és rátaláltam Georgetownra. Ez nyugat Washington környéken helyezkedik el, inkább egy ilyen shoppingolós környéknek mondanám. Viszont van egy-két érdekesség, főleg egy, ami személy szerint engem nagyon-nagyon érdekel, és már csak azért az egyért is odautaznék. Gyerünk, nézzük meg! Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasized, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like staccato. Send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Igazából elég hamar elérkeztünk az első ponthoz, ahol kell akartam jönni. Ha bárkit megkérdezek, mi jut eszébe a filmekről és a lépcsőkről, valószínűleg mindenki vagy a Rockyt mondaná, vagy a Jokert. Mind a kettő egy ikonikus film, de mégis van egy horrorfilm, amiben a lépcsők nagyon fontos szerepet játszottak, az pedig nem más, mint az Ördögűző, és nem arról a jelenetről beszélek, amikor Reagan kifordulva négy kézláb jön le az emeletről, hanem az utolsó snitről, az utolsó jelenetéből a filmnek, amikor Kárász atya leveti magát magában a gonosszal, az ördöggel, hogy megmentse a világot, megmentse minket. És ez az ikonikus lépcső, ahol Kárász atya leesett, az pont Washington mellett van. De ha esetleg valaki nem tudná, mi is ez a lépcső, miért olyan ikonikus ez a lépcső, annak igazából egy segítség. A lépcső alján ki van helyezve egy aranykeretes felirat, és ebbe a felirat az, hogy itt forgatták az 1973-as Ördögűző című film utolsó jelenetét, amikor Kárász atya feláldozza magát. De igazából nem is akarom tovább húzni az időt, menjünk is fel azon a lépcsőn, ahol maga az ördög esett. És igazából nem akartam kiadni egy másik ikonikus helyszínt sem, az pedig Reaganék háza. Nagyon nem lehet bemenni, hisz ezen egy magánház, szóval nem lehet látogatni, csak így tudom megmutatni. De ez is bőven elég. És aki nem szeret borzongani és inkább az akciófilmeket szereti, annak van egy jó hírem. Egy csomó Transformers ki van állítva. Avocado, we be trying to dash just before Atlanta, not tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, they been scheming. When the birth of a nation came from black niggas seeming. We all know it's black nigga genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on. Sounding like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch. Let the bitch use my bitch with a kiss on my lips like I am not a pimp with a limp, I'm a man. Igazából Washington valahol egyébként Budapestre emlékeztet, abból a szempontból, hogy Washington is két részre oszlik. Van egy belvárosi, nagyon nyüzsgős, elég drága, teli turistákkal része, és van ez a Georgetown része, ami igazából, ahogy látszik a vágóképeken is majd, egy eléggé klasszikus, régies stílust képvisel. Nagyjából úgy lehet elképzelni, mint Budát és Pestet. És Washington belvárosa a pesti rész, Georgetown pedig a budai rész. Tettem egy gyors kitérőt, találtam egy nagyon jó falafelezőt, és $15-ból igazából a vágóképeken látni is fogjátok. Egy tök jó falafeles szendvicset tettem, egyébként nagyon jó volt, nem is tudtam az egészet megenni, akkora adag volt, szóval a fele igazából a táskámban van. Vacsorára jó lesz. És a következő célpontunk igazából egy kert, egy pálmakert. Néztem róla a képeket, nagyon-nagyon tetszett. Nagyon jó fotókat lehet ott szerintem csinálni. 10 perc sétára van, szóval menjünk oda. Igazából meg is érkeztem a parkba, vagy hát igazából ebbe a kis kertbe. És érdekesség, hogy a bejáratnál igazából szóltak, hogy a kameráról, most vágok ide be egy képet, hogy a kameráról a mikrofont, illetve a tripodot, azt vegyem le,
és a tiszta kamera azzal való fényképezés megengedett, de valószínűleg videókat, illetve hanganyagot nem lehet itt rögzíteni. Mondta a csávó, hogy rengeteg őr van, szólni fognak, de egyszer élünk. Sétáltam, és igazából belebotlottam ezekbe a iskolapadokba, amikből fák nőttek ki. Nem tudom igazából eldönteni, hogy ez menő-e, bizarr, vagy creepy, de nagyon-nagyon furán néznek ki. És igazából végeztünk is a kertbejárásával, tényleg szerintem jól néz ki a hely, nagyon-nagyon nagy, és tényleg ezzel a van légtér. Én legalábbis azt érzem, még a fűvészkertbe éreztem, hogy nagyon sok növény van egy helyen, és már kicsi zsúf is ez egész. Itt nagyon-nagyon nagy területen fekszik ez a kert, ez a arborétum igazából, ahogy szerintem kéne hívni. De ennyi is lett volna igazából a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem élveztétek, és szerintem el is rakom a kamerát, hogyha kimegyek. Nem akarom, hogy élőben lincseljenek meg a város közepén. Szóval találkozunk a következő videóban. Sziasztok!